A hétvégén rendezik meg a budapesti millenáris központban a Babel Sound zenei fesztivált, amelyen több nemzet számos zenekara játszik. Vendégeink Manu Gallo, akit már láthattak az előbb gitározni a Sleeping Camelsben, és Nárai Márton szervező, aki a Babel Sound fesztivál kapcsolatban jött el hozzánk. Sziasztok! Gyorsan mondjuk el a nézőknek, ugye láthattuk, hogy több nemzet képviselteti magát. Mi áll a rendezvény ideológiai fókuszában? Az ideológiai fókuszban, hát mint a fesztivál neve is mondja, a Babel Sound, ez az alapvetően azt jelenti, hogy 21. század küszöbén vagyunk. Egy nagyváros, ugye úgy kell elképzelni, hogy rengeteg nemzetiség keveredik. Maga a fesztivál arról szól, hogy hát ez az urbán folk, vagy hogy a különféle népzenei keveredések, stílus keveredések. Alapvetően a stratégia az volt, hogy minél távolabbi pontjait hozzuk össze a világnak, és mutassuk be itt egy csokorban. Ugye már hallottuk a mai adásban a Sleeping Camelst, és még játszanak is. Nekik ez egy lemezbemutató koncert, de hogyan jött össze ez a lemez, amikor minden tagja a zenekarnak gyakorlatilag a világ különböző pontján él? Így van, a Sleeping Camels valóban az egyesített világ jelképe. Két éve játszunk együtt, méghozzá egy budapesti fesztivál alkalmával találkoztunk. És úgy határoztunk, hogy ezt a projektet létrehozzuk, illetőleg tovább folytatjuk. Egy albumot hozunk ki, és nagyon örülünk, hogy ezen a fesztiválon részt vehetünk. Itt van a CD is, reméljük, hogy a budapestiek látni és értékelni fogják. De hogyan vannak a próbák? Tehát hogyan találkoztok? Ezt az albumot 8 hónap alatt vettük fel, és minden alkalommal a gyakorlásokat Budapesten végezzük, és a turnékat itt készítjük elő. Budapesten találkozunk, és minden turné előtt így gyakorlunk. Manu Elefánt csontparttól érkezett hozzánk ide Budapestre. Azt meséld már el nekünk, légy szíves, hogy egy csinos hölgy kezébe mikor és hogyan kerül a gitár. Sőt, basszusgitár, ugye? Az én történetem nagyon régre visszanyúlik, hiszen 8 évesen kezdtem dobon játszani, de a zsiguti tradíciók szerint ez a nőknek nem lett volna engedélyezett hangszer. Úgyhogy végül is egy csoportba, a Muja együttesbe léptem be, és a Capmama együttesben játszottam, azután különböző projektekben vettem részt, és akkor találkoztam ezekkel a kedves urakkal, akikkel ezt a projektet elhatároztuk. Az egész életem erről szól, hogy a közönségnek adok valamit. A fesztivál programjából néhány elemet. Nagy örömmel. Ugyanazok, amikor a Sleeping Camels játszik, a Sleeping Camels után Rásita lép föl, aki szerintem a legtöbbek számára leginkább ismert úriember. Ő a Algi Rai muzsikát keveri a rockkal, esetleg mondjuk a punkkal. Ő a műfajnak a leglázadóbb szava, tehát ő a Franciaországban egyébként fajgyűlölet ellen szólalt föl a 90-es években, az egyik legharcosabb polgárjogi Márton, nincsen sok időnk sajnos. Azt mondd el gyorsan, hogy a nézők hol nézhetnek utána annak, hogy milyen programok lesznek. A babelsound.hu oldalon egyébként külön számokban szerte szépen. És a helyszín pedig? A helyszín pedig a Millenáris és a West Balkán. Köszönjük szépen, Manu, visszaengedjük a zenésztársaihoz, ugyanis hamarosan játszanak újra nekünk.